Ha azt hallják Kapolcs, először talán a Művészetek Völgye Fesztivál jut eszükbe önöknek. A Balaton felvidék környező falvai is egytől egyig lenyűgözőek, mi azonban most itt maradunk Kapolcson. Sorozatunkban a magyar barokk freskó festészet remekeit mutatjuk meg önöknek. Jöjjenek velem, nézzünk körül együtt szakértőnkkel, Nagy Veronikával. Számomra nagyon érdekes, hogy amint belépünk a templomba, szokatlan kép fogad. Egyszerű, fehér remeszelt falakat látunk. Valahogy nem ezt várnánk egy barokk templomtól. Valóban, talán tényleg különös lehet a falak fehérsége, de hogy lassan egyre beljebb haladunk a templomban, elénk tűnik a szentély freskó dísze. Nemeskéri kis Pál prépost építette a templomot. Franz Xaver Bucher bízta meg a freskók elkészítésével. Jól ismerhette őt, hiszen a Veszprémi Egyházmegyében nagyon sokat foglalkoztatott művésznek számított. Akkor miért nem festette ki a teljes templomot? Bizonyára nem így tervezték, a 18. században is hasonlóan mentek a dolgok, mint manapság. Talán elképzelhető, hogy elfogyott a pénz. De most nekünk kapóra jön ez a helyzet, mert a fehér falak csendessége mellett sokkal szembetűnőbb a freskó. Meg tudjuk csodálni, hogy hogy működik a barokk díszítő festés. A szentély felé közeledve kicsit olyan érzésem van, mintha egy másik világba lépnénk át. Szinte vonz ez a képzeletbeli tér. Ez a barokk freskó festészetnek a bravúrja, a mesterfogása. A valós szűkös teret óriássá növeli. A festő úgy használja a falakat, mint a vásznat. Olyan élményünk lehet, hogyha a megfelelő pontból nézzük a teret, mint amikor a moziban fölvesszük a 3D-s szemüveget, és hirtelen megszületik a tér. Most itt ennek a térnek, ennek az illuzionisztikus térnek, részesei vagyunk, benne vagyunk a képben. Díszletből valóság lesz. Ez a barokk illúziókeltés. Mit is látunk pontosan? Itt most már a festő által megalkotott térben állunk, egy képzeletbeli templomban. Rabja vagyunk az illúziónak. Ebben a térben, ebben a képzelt szentélyben fölénk magasodik az oltár. Karcsú oszlopai súlyos párkányt tartanak. A tetején hófehér márványszoborként Szent Mihály arkangyalt látjuk, kivont ránk palossal a kezében. Ő az angyali seregek vezére. Az oltár szabadon áll a térben, de akár azt az oszlopot is körül sétálhatnánk. Valóban. Itt a festő már nagy kalandra hív minket. Itt akár ki is sétálhatnánk a szentélyből, és egy boltozott folyosóra jutnánk akkor erről az oszlopról, ugye boltívek indulnak, és mögötte látunk egy ablakot, ezen az ablakon átérkezik a fény a szentélybe, ami megvilágítja a teret, az oltárt magát, és ugyanakkor árnyékban hagyja az oszlopot. A fény és az árnyék ezek szerint fontos eszközei az illúziókeltésnek. Valóban éppen ebben érhetjük tetten a festőt, ez nagyon fontos technika ahhoz, hogy valóságosnak érezzük az illúziót, a fiktív fényt és a valóságos fényt következetesen és logikusan kapcsolja össze a festő. Erre nagyon szép példa a kupola. Látjuk, hogy a kupola csúcsán az ablakok fényben úsznak, egészen halványak, alig látjuk őket, és a kupola hely pedig árnyékos. Miért volt szükség erre a sok illúzióra? Mit akartak ezzel elérni? A templomot a Szent Háromság tiszteletére szentelték föl. A Szent Háromságot ábrázolja az oltárkép. A három személyű egyisten a keresztény hit legnagyobb misztériuma, a legnagyobb titok. Az emberi értelem számára szinte felfoghatatlan, mert Isten dimenziója az ember számára beláthatatlan, Isten számára semmi sem lehetetlen. Az idős Ábrahámot egy napon három angyal képében meglátogatta az Úr. Az angyalok megjövendölték neki, hogy hamarosan gyermekük születik. A sátorban hallgatózó Sára csak nevetett. Egy esztendő múlva megszületett Izsák. Sára ekkor 90 éves volt.
barokk templomban a freskó körülvesz minket. Egy múzeumban sétálva kívülről nézzük a képeket, itt viszont hirtelen belekerülünk a történetbe. Olyan ez, mint egy játék, amelyre a festő hív meg minket. Hagyjuk, hogy hasson ránk. Higgyük el, amit körénk varázsol. Nem fogjuk megbánni.